Az afrikai sertés pestis, a házi sertés és a vaddisznó vírusos betegsége az Európai Unió területén elsőként 2014-ben mutatták ki. Jelenleg hazánk román határ közeli területein tartanak folyamatos megfigyelést a szakemberek, ugyanis ismét megjelent ez a betegség. Ismét megjelent hazán közelében az afrikai sertéspest is, ezúttal Romániában mutatták ki a kort a magyar, illetve az ukrán határtól is, alig néhány kilométernyi távolságra. A Szatmár megyei Mikolán egy háztáji gazdaságban fertőzte meg az állatokat a sertéspest is. A betegséget a szabadon élő állatok terjesztik, az emberekre nem jelent veszélyt. Nemrégiben a magyar-román határtól alig több mint 7 km-re afrikai sertéspest is regisztrált egy háztáji állományban a román állategészségügyi szolgálat. A betegség tényét a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatóságok minden szükséges intézkedést haladéktalanul megtettek, a betegség terjed megakadályozása érdekében. Az afrikai sertéspest is megjelenését a román nemzeti laboratóriumra hivatkozva az MD-hez eljutatott közleményében a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal is megerősítette. Közölték a Magyar Állategészségügyi Szolgálat haladéktalanul kijelölte Magyarországon a megfigyelési zónát, ez alapján Mételek és Garboz teljes közigazgatási területe, nagy hódos település egy része, valamint Rozsály és Zajta települések külterületeinek egy része került korlátozás alá. Ezen a területen az állatorvosok a sertéstartókat megkeresték, folyamatos kapcsolatot tartanak velük, a sertéstartóknak a saját gazdaságaikban tapasztalt megbetegedésekről vagy elhullott sertésekről bejelentést kell tenniük a hatósági állatorvosnak, aki ezt követően elvégzi a szükséges vizsgálatokat. Vendégünk a stúdióban a témát illetően dr. Vajda Lajos megyei főállatorvos. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nos, ezek voltak azok az információk, amelyeket egyébként bárki beszerezhet, ha az interneten olvassa a híradásokat, vagy hallgatja a hangos sajtóban. Mi az a plusz, amit most tudhatunk január végén? Igen, nagyon fontos információk hangzottak el, és pontos, korrekt információk ebben a felvezetőben. Amit pluszban lehet hozzátenni még, tehát ez a romániai eset, ami ugye az említett Mikola községben volt hát mint egy 7 kilométerre, ez január 15-én történt, azóta a román hatóságok újabb esetet nem jelentettek, tehát az felvezetőben is említett megfigyelési körzet, amelyik elérte ugye hazánkat is, ugyanis itt ilyenkor, hogyha egy járványkitörés, betegségkitörés van, akkor az hatóságnak egy 3 kilométeres védőkörzetet kell felállítania, illetve egy 10 kilométeres megfigyelési körzetet. Ahogy hallottok is, ugye ez a határtól, mint egy 7 km van, Mikola nevű település, tehát értelemszerűen a 10 km-es sugarú kör átmúlik Magyarország területére is, itt pedig már a magyar hatóságnak, tehát nekünk a mi hatóságunknak kellett azokat az intézkedéseket meghozni, amiket a megfelési körzetben el kell rendelni, akárhol az unióban megállapítják, ezek az intézkedések kerülnek, lépnek életbe. Tehát mi is az említett településeken, amiket elért az a 10 km-es sugarú kör bevezettük ezeket az intézkedéseket. Ahogy említették, az állattartókat, állatorvosaink, kollégáink felkeresték. Hála Istennek semmilyen probléma, megbetegedés azon a környéken is máshol sem volt. Lehet valós és reális határ ez a körzetkijelölés, tehát ez a 10 kilométeres körzet akár, hogy tényleg nem terjed tovább ez a kor? A betegség továbbjelentés szempontjából mindenképpen ez egy hatékonynak mondható módszer, ugyanis elsősorban ugye a védekezésnek több módja van, ahol megtalálják a betegséget, ott valamennyi állatot fel kell számolni, tehát a, a, kitörés helyszínén, vagy amelyik érintkezett vele. És ezen kívül kell ezeket az ő 3 km, vagy a 10 km sugarú, minimálisan ekkora sugarú körökről beszélek, tehát természetesen nagyobb lehet, kisebb nem lehet ez a kör, és azon belül vannak azok a szigorú intézkedések, védőkörzetben is szigorú, mint megfélelős körzetben. körzetben lényegében annyiban érintett az ottani állattartókat, hogy tilos állatokat szállítani, tehát nem is vásárolhatnak most állatot, illetve nem is szállíthatnak ki, illetve csak a járási főáltalános engedélyével, aki, ha a helyzet megengedi, akkor ez alól felmentést engedményt tehet. Azért fontos megjegyezni, hogy hiába 10 km-es sugarúkör, más lenne ez, hogyha egy adott országon belül lenne, de azért egy országhatár elválaszt bennünket, tehát a mozgás, mint állat, mint ember, mint járműmozgás azért nem olyan, mint egy adott területen belül lenne meghatározva ez a 10 km-es sugarú annak a gazdának a, az életében, a mindennapi munkájában mennyire lehetünk biztosak, hogyha ezeket az állatokat megsemmisítették, hogy így, így fogalmazzak, Igen? hogy ott megszünt, meg is szűnt ez a kor hát abban a gazdaságban biztos, hogy megszűnt. Megvannak itt a szabályok egyébként, hogy a felszámolás után, tehát minden, amit nem lehet feltétlenül az ártalmatlanítani kell, tehát az állatokat is, de a ragályhordozó, ragályfogó tárgyakat is ártalmatlanítani kell, vagy elégetni, vagy más módon, tehát így kell, és megvannak a szabályai a feltöltlentésnek, az előfeltétlenítésnek, utána egy szigorított feltöltlentés, majd végfeltétlenítés kell, és bizonyos napnak el kell telnie, hogy utána abba az udvarba újra ö, állatot lehessen beszállítani. Tehát ezek így biztonságosak, hogy az a vírus onnan kipusztítható, ki tehát ott már a korábbi vírusból fertőzés nem marad, ha ezeket úgy végrehajtjuk, ahogy most is elmondtam, és hogy elő van írva. Na most ott mikor a nevű településen, annak a gazdának az állatai között, ahol felütötte a fejét a betegség, ez hogyan kerülhetett oda? Hiszen azok az állatok bizonyára nem mászkáltak el szabadon sehová. Mi, Mi? vihette oda be? Igen, a román hatóságoktól kapott információ alapján ide is ö élelmiszer hulladékkal e, került be, amik hordozták a, a, vírust, és úgy került az állatok eledelébe ez az élelmiszer hulladék, ami fertőzött volt. Ugye az hogy a sajnos információm nincsen, de természetesen, amire mi is felhívtuk az állattartók, a lakosság figyelmét minden lehetséges módon, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, hogy semmilyen állatérletű élelmiszer hulladék a sertések takarmányába ne kerüljön, nem kerülhet eredetű élelmiszer, élelmiszer hulladék. És ami még fontosabb, hogy úgynevezett harmadik országokból, tehát unión kívüli országokból, mint amilyen Ukrajna is, ahol nagyon elterjedt a betegség, mint vaddisznó állományban, mint házi sertés állományban. Tehát úgy mondhatjuk, hogy a határ oldala, tehát ukrajnai része, az a terület, az nagyon fertőzött, tehát ott nagyon sok elpusztult állat van, a fertőzanyag van jelen, tehát onnan kiemelten fontos, hogy állati élelmiszert nem szabad behozni. Ez egyébként jogszabály is tiltja, nem most vezették ez mindig is tilos volt behozni, ezt a, egyébként a behozat tart magát, hogy hoznak ebbe az úgynevezett személyes podgyászban, ö, a vámhatóságok ellenőrzik, tehát ö, a vámhatóságok is ezt fokozottan, fokozottan ellenőrzik, hogy valóban ne hozzanak be az utasok a személyes podgyászokban ilyen élelmiszert, és nagyon fontos, még hogy illegálisan valaki be is hozna, amiről természetesen lebeszélek mindenkit, ez az élelmiszer véletlenül se kerülhessen kapcsolatba sertéssel, sertések takarmányjal, mivel Ukrajna kimondottan fertőzöttnek tekinthető terület. Na most a házi sertéseket, nyilván a tartói figyelik a gazdák, az állattartó gazdák, de a szabadon élő vadisznókat kifigyeli, és egyáltalán milyen arányban tudják őket megfigyelni, hiszen őket is sújtja ez a betegség. Igen, tehát a betegség terjedés szempontjából mindenképpen egyrészt a házi sertéseket kell figyelni, a vaddisznó és külön intézkedéseket igényelt is, Összekapcsolva a kettőt, azzal lehetne kezdeni, hogy a, nagyon fontos, hogy a házi sertéseket elzárva tartsák a vaddisznóktól. Tehát például, mikor a román, ö, bocsánat, az ukrajnai eset 2016 karácsán megjelent, ami határoz közel volt, mert Ukrajnában közelebb és korábban is voltak esetek, akkor bevezetésre olyan intézkedések, hogy a határmenti 10 km-es sávban, majd ez később kiterjesztésre került egy nagyobb, úgynevezett magas kockázatú területre, minősített területre, kiterjesztésre került az, hogy házisértéseket tilos szabadon tartani, tehát meg kell akadályozni mindenféle érintkezési lehetőségüket a vaddisznókkal. Ugyanis a vaddisznók értelemszerűen szabadon mozognak, tehát egymás között terjeszthetik a betegséget, és terjed is. Van egy normális, ha nem zavarják meg az állományt, akkor egy 20-30-40 km-es évenkinti terjedési sebessége van a vaddisznó állományon belül a vírusnak. A vaddisznók, amelyek megbetegednek, azok általában el is pusztulnak, 90%-ban, tehát közel 100%-ban elpusztulnak. És ezért nagyon fontos és legelső intézkedések Magyarországon is a vadászokat érintették, mégpedig olyan szempontból, hogy kiemelten felhívtuk a figyelmüket, sőt anyagilag is támogattuk azt, hogy keressék az elhullott vaddisznókat, az esetlegesen elhullott vaddisznókat, hogy valamennyi elhullott vaddisznó vizsgálatra kerülhessen. A Afrikai sehetispestis vírus kimutására irányulóan, illetve még egy fontos intézkedés, hogy 2017, áprilisától, április végétől bevezettük azt is, hogy valamennyi kilőtt vaddisznót felhasználás előtt ö, ö, még laboratóriumi vizsgálat alá kell vett, tehát az egészségesnek tűnő kilőtt vaddisznókat is laboratóriumi vizsgálat alá kell vett, és ha megvan a kedvező eredmény, csak akkor szabad azt a ö, lőtt testet felhasználni bármilyen célból. Hozott ö, ö, ide a stúdióban magával egy ö, tájékoztatót, a nébi tájékoztatóját a betegséggel kapcsolatosan. Ez az említett időpont óta ö, van ez a kiadvány, vagy azóta osztogatják a gazdáknak, vagy ez mindig is létezik? Igen. Ö nem az említett időpont óta, tehát egy kicsit korábbra visszamegyünk. 2007-ben jelent meg Grúziában az a járvány, ami terjedt tovább után és elérte az Európai Unió területét is, és 2007-ben, mikor Grúziában megjelent, ugyanis Afrikában is ez a betegség, ide be kell hurcolni valamilyen módon. Grúziából viszont elég intenzíven elterjedt Oroszország, Ukrajna, Fehér irányába. Mi már akkor bevezettünk bizonyos monitoring intézkedéseket vaddisztállományra, házisértésállományra, viszont mikor 2014-ben az Európai Uniót is elérte a járvány a balti államokat, illetve Lengyelországot, azóta már ugye Romániában, ahogy említettük, illetve Csehországban is vaddisztokban kimutatták. Tehát 2014-ben, mikor megjelent az Európai Unió területén, mi akkor kezdtük el ezt a szóraanyagot terjeszteni már, ezt a Nébi készítette, és az állattartók figyelmét már akkor igyekeztünk felhívni, bizonyos szimulációs gyakorlatokat tartottunk a vadászoknak és állattartóknak is, hogy felvívjuk a figyelmüket, ismerik meg ezt a betegséget, illetve felhívtuk a figyelmét ennek az óriási jelentőségére. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezeket az információkat elmondta. A témát Én is köszönöm életől. szépen.